Hello, sziasztok, és fantasztikusan szép jó napot, valamint kellemes, mosolygós, vidám, szombati napot kívánok mindenkinek. Üdvözlettel Frici, Tihanyból, a Sárga Sáv túraútvonalról. Nos, tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk, kedves nézőim, én itt vagyok Tihanyban a Sárga Sáv túraútvonalon, ami természetesen nem a véletlen műve, hiszen ez egy újabb spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen gagyi videó lesz, tőlem Fricitől, mint ahogyan azt már megszokhattátok. Ha gondoljátok, tartsatok velem Fricivel, ebben az újabb spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen gagyi videóban, amit konkrétan itt rögzítek, Tihanyban, a Sárga Sáv túraútvonalon. És most tulajdonképpen ebben a videóban fogom folytatni azt a túrámat konkrétan, amit én az ezt megelőző videóimban kezdtem el. De ahhoz, hogy értsétek, hogy én itt tulajdonképpen miről is beszélek, feltétlenül nézzétek meg az ezt megelőző videókat is. Köszönöm szépen! És akkor én a továbbiakban arra felé fogom folytatni a mai kis túrámat, tehát abba az irányba fogok haladni a továbbiakban, természetesen még mindig a Sárga Sáv túraútvonalon, és még mindig Tihanyban. Tartsatok velem! De még mielőtt tovább haladnánk arra felé, megmutatom néktek konkrétan azt, hogy az ezt megelőző videómban melyik irányból is érkeztem, így hát fordulok is egy 180 fokot, ahogy láthassátok ezen a felvételen, tehát szépen fordulok is egy 180 fokot, és én konkrétan az ezt megelőző videómban abból az irányból érkeztem, tehát abból az irányból jöttem, arra felé van a Tihanyi rév, tehát abba az irányba van a Tihanyi rév, és én az ezt megelőző videómban konkrétan abból az irányból érkeztem. Így hát a továbbiakban nem arra felé fogok haladni, hanem szépen fordulok egy újabb 180 fokot, és haladok tovább itt a Sárga Sáv túraútvonalon. Tartsatok velem a továbbiakban is, köszönöm szépen! És akkor én a továbbiakban arra felé folytatom a mai kis túrámat, tartsatok velem! És akkor, ahogy láthassátok ezen a felvételen, én már haladok is tovább itt a Sárga Sáv túraútvonalon, természetesen még mindig Tihanyban, hiszen már az ezt megelőző videóimban is itt Tihanyban túráztam, de nézzétek meg az ezt megelőző videókat is. Köszönöm szépen! És akkor haladok tovább itt a Sárga Sáv túraútvonalon, Tihanyban természetesen, mert itt vagyok Tihanyban, ezen a szombati napon is, pont úgy, mint ahogy ugye csütörtökön is itt voltam, illetve pénteken is itt voltam. Hát mondhatni az, hogy ez már a harmadik nap, hogy itt túrázok Tihanyban, mert tényleg ez már a harmadik nap, hogy itt Tihanyban túrázok, mivel hogy ez már tényleg a harmadik nap, gyerekek, úgyhogy haladok is tovább itt a Sárga Sáv túraútvonalon, tartsatok velem a továbbiakban is, köszönöm szépen, és akkor haladok tovább itt a Sárga Sávon, folytatom tovább a túrámat tulajdonképpen, ugye azt a túrámat folytatom tovább, amit ugye az ezt megelőző videóimban kezdtem el, de ahhoz, hogy értsétek, hogy én itt tulajdonképpen miről is beszélek, nézzétek meg természetesen az ezt megelőző videókat is. Köszönöm szépen! És az eső természetesen szemerkél. Igen, szemerkél az eső, gyerekek. Tehát szemerkélő esőben vagyok itt, Tihanyban, ezen a szombati napon. Jöhettem volna a holnapi napon is, amikor nem írtak esőt. Hát a mai napon van itt egy kis eső szemerkélés. Hát ha ennél jobban nem fog neki eredni
akkor semmi probléma, ha ennél jobban nem ered neki, de viszont, hogyha ennél jobban neki fog eredni, akkor viszont ezt a túrát jegelnem kell, és majd egy következő alkalommal fogom folytatni, amikor nyugisabb lesz a légkör. Na de haladjunk is tovább itt a sárgasávon. Hát szépen haladjak is tovább itt a sárgasáv túraútvonalon, és hamarosan jön a erdész is, az erdei iskola, tehát hamarosan jön a tihanyi erdei iskola, és szerintem ott fogok visszafordulni Tihany irányába konkrétan, mert tényleg hamarosan jön a tihanyi erdei iskola, és szerintem ott vissza is fordulok Tihany irányába, és akkor majd egy következő alkalommal valamikor, amikor nyugisabb lesz az időjárás, akkor majd folytatom ezt a túrát következő alkalommal. Több mint valószínű, hogy az lesz, hogy majd most itt a Erdészház, az erdei iskolánál vissza fogok fordulni Tihany irányába. Tehát félbe szakítom a túrámat magyarán, mert félbe kell szakítanom, ha itt az eső nem fog elállni, mert egyelőre úgy látom, hogy eléggé kitartóan felhős az ég, sajnos. Tehát valószínű, hogy ezt a túrát, ezt egyelőre jegelnem kell, és majd egy következő alkalommal, amikor nyugisabb lesz a légkör, akkor eljövök és folytatom ezt a túrát természetesen. Na de addig is itt vagyok ugye a sárgasáv túraútvonalon, aminek meg is mutatom a teljesen egyértelmű jelzését. Tehát itt látható a sárgasáv túraútvonalnak a teljesen egyértelmű jelzése, és én a továbbiakban is ezen a sárgasáv túraútvonalon fogok haladni, egészen a erdei iskoláig fogok haladni ezen a sárgasáv túraútvonalon, amiről egyébként azt kell tudni erről a sárgasáv túraútvonalról, hogy ez elindul a Tihanyi révtől, és tart egészen Pécseig ez a bizonyos sárgasáv túraútvonal, aminek a teljesen egyértelmű jelzése itt látható. Hát erről a tanösvényről meg azt kell tudni itt Tihanyban, hogy ez egy 14 km hosszú tanösvény, amit az év bármelyik szakában érdemes bejárni ezt a tanösvényt itt Tihanyban, hiszen ez egy nagyon jó kis tanösvény, és nagyon szép is tulajdonképpen ez a tanösvény. Mondhatni, hogy ez a tanösvény tulajdonképpen Tihanynak a legszebb helyein, területein, helyein megy végig ez a tanösvény 14 km hosszan. Tehát ezt bárkinek ajánlom, hogy járja be ezt a tanösvényt itt a Tihanyi félszigeten, ami 14 km hosszú. Na de haladjak is tovább ezen a sárgasáv túraútvonalon. Tartsatok velem a továbbiakban is. Köszönöm szépen! És akkor haladok tovább arra felé. Hát közben az eső itten szemerkél. Jó, mondjuk itt az erdőben annyira nem érződik, hogy szemerkél az eső. Tehát azért az erdőben annyira ez nem érződik, hogy itt az eső elkezdett szemerkélni. De nyilván kint a nyílt területen, ott nyilván azért ezt jobban lehet érzékelni, hogy szemerkél az eső. Hát de sajnos ettől függetlenül ezt a mai kis túrámat úgy látom, hogy jegelnem kell egyelőre. Tehát valószínű, hogy az lesz, hogy vissza fogok fordulni az erdei iskolánál. Tihany irányába visszakanyarodok, több mint valószínű. Hát lányok és fiúk, majd nem tudom mikor fogom folytatni ezt a túrát, az az igazság. Most egyelőre az időjárás azt mondom, hogy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon bizonytalan. Hát még tisztában voltam ebben, mikor elindultam, hogy a mai napon lesz némi eső is, mert tisztában voltam vele. Sajnos, hogy a mai napon lesz eső.
és mégis elindultam ide Tihanyba. Na de mindegy most már. Hát valószínű, hogy az lesz, hogy ezt a túrát egyelőre jegelni fogom, és majd egy következő alkalommal fogom folytatni valamikor. Fogalmam sincs, hogy mikor, de fogom folytatni, több mint valószínű, ezt a túrát. Na, ugye, majd szerintem a erdei iskolánál ott elkanyarodok jobbra, és szépen visszamegyek Tihany felé konkrétan, mert azért itt tudok egy utat, ami visszavisz Tihanyba a erdei iskolától, mert tudok egy utat, és majd valamikor fogom folytatni ezt a túrát. Hát nem tudom mikor, de valamikor biztos fogom folytatni, mihály lesz rá időm és kapacitásom, akkor fogom folytatni nyilván ezt a túrát, amit most valószínű, hogy majd jegelni fogok egyelőre, sajnos, mert az időjárás, hát igen, közbeszólt egy kicsit, az az igazság. Hát jó van gyerekek, van ilyen boniám, úgyhogy szépen szerintem a erdei iskolánál visszakanyarodok Tihany felé, több mint valószínű, hogy az lesz, hogy visszafordulok Tihany irányába az erdei iskolánál. Hát igaz, itt majd nyílt területen kell majd menjek, ott az eső ugye jobban fog érződni, mint itt az erdőben. Tehát ott jobban fog érződni ez az eső, nem úgy, mint itt bent az erdőben, azért itt a lombkoronák azért megvédenek némiképp az esőtől, de higgyétek el, hogy szemerkél sajnos, és egyre jobban kezd rázendíteni, az az igazság, mert tényleg egyre jobban kezd rázendíteni az eső, konkrétan. Hát sajnos a mai kis túrámat ez egy kicsit most keresztbe húzza, ez az eső, sajnos, keresztbe húzza a mai túrámat. Na de se baj, majd valamikor fogom folytatni, nem tudom, hogy mikor, de majd valamikor folytatom ezt a túrát. Hát mikor majd lesz rá időm és kapacitásom, nyilván majd akkor fogom folytatni ezt a túrát, de egyre jobban tényleg kezd rázendíteni az eső, gyerekek, és ez nem vicc, tehát ez most tényleg nem vicc, egyre jobban kezd neki eredni. Csak itt az erdőben azért annyira nem érződik, még egy kis ideig, amíg a lombkoronák át nem áznak, mert mert átázik a lombkorona, akkor itt már ugye bőrig lehet ázni konkrétan, és akkor meg is érkeztünk a Tihanyi Erdei Iskolához, tehát meg is érkeztem a Tihanyi Erdei Iskolához, ami már itt van. Tehát meg is érkeztem a erdei iskolához tulajdonképpen, ami már itt is van. Tehát itt van a Tihanyi Erdei Iskola. Hát gyerekek, szerintem a mai túrámat azt itt be kell zárnom. Tehát itt be kell rekesztenem szerintem a mai kis túrámat. Itt a erdei iskolánál láthassátok, hogy az időjárás sajnos, hát nem is tudom gyerekek, Csúcshegy 1,8 km, Aszófő 5,5 km, hát nagy a távolság, az az igazság, hogy nagy a távolság. Amúgy a Sárgasáv túraútvonal az arra felé folytatódik, tehát abba az irányba folytatódik a Sárgasáv túraútvonal, tehát arrafelé folytatódik, és ez pedig itt ugye a Tihanyi Erdei Iskola, ami itt látható ezen a felvételen, tehát ott van maga a Tihanyi Erdei Iskola, ahogy láthassátok, és itt van is egy jó kis részletes térkép magáról, Tihanyról. Ezt már valamelyik nap mutattam ezt a térképet. Jó, nem pont itt, de már mutattam ezt a térképet valamelyik nap, ami tulajdonképpen a Tihanyi félszigetről egy nagyon jó kis részletes térkép, ahogy látható ezen a felvételen.
Mert tényleg ez egy nagyon jó kis részletes térkép. Itt a Tihany, magáról Tihanyról konkrétan. Mert tényleg ez egy nagyon jó kis részletes térkép, ahogy láthatjátok ezen a felvételen. Hát én most speciál pont itt vagyok. Tehát most éppen itt vagyok. Itt vagyok ugye az erdei iskolánál. Tehát ez itt ugye az erdei iskola. Tehát most konkrétan pont itt vagyok. És ugye a sárga sáv túraútvonal az halad tovább errefelé. Tehát szépen halad tovább errefelé a sárga sáv túraútvonal. Egészen Aszó fő irányába halad a sárga sáv túraútvonal. De a mai túrámnak szerintem most itt lesz a vége, itt a erdei iskolánál. Sajnos az időjárás közbeszólt, gyerekek. Esik az eső tényleg, és egyre jobban kezd rázendíteni, és nem szeretnénk bőrigázni, úgyhogy szerintem a mai kis túrámat jegelem egyelőre, és lezárom itt a erdei iskolánál, és majd valamikor a jövőben, nem tudom mikor, tehát valamikor a jövőben majd innen fogom folytatni a túrámat innen a erdei iskolától, ami egyébként ott van szemben, tehát ott van szemben maga a Tihanyi erdei iskola, tehát ott van szemben maga a Tihanyi erdei iskola, és az erdei iskolának konkrétan így néz ki a környezete, ahogy láthassátok ezen a felvételen, és az eső bizony szakad, mint a barom, esik az eső, sajnos, ami egyáltalán nem jó hír nekem, főleg itt kinn az erdőben nem. Még jó, hogy nincsen zivatar, mert akkor most itt bajba lennénk, na akkor itt lehetne menekülni a villámlás elől, legalább az nincs. Hát én most konkrétan ugye abból az irányból jöttem, tehát abból az irányból jöttem, arra felé van a Tihanyi rév, tehát abban az irányban van a Tihanyi rév, én abból az irányból jöttem, és szerintem a mai kis túrámat muszáj leszek itt lezárni, sajnos, tehát nem tudom folytatni tovább a mai kis túrámat, hiszen tényleg egyre jobban esik az eső, tehát bocsi gyerekek, de a mai kis túra sajnos csak ennyi volt, mert itt az eső bizony nem viccel, hanem neki eredt. Tényleg esik az eső, gyerekek, sajnos. Láthassátok, hogy ott azért van némi kék is az égbe. Hát bízom benne, hogy ez a kékség hamar ide ér, és akkor eláll ez az eső. Legalábbis abba bízok, hogy ez a kékség hamar ide fog érni, és akkor ez az eső remélem, hogy egy kicsit szünetelni fog. És akkor ugye ott van maga az erdei iskola, tehát ott látható maga az erdei iskola. Még jó, hogy a lombkoronál, itt vagyok a lomb alatt, és nem ázok konkrétan. Hát lányok és fiúk, egyelőre rekeztem befelé ezt a túrát. Hát nem tudom, mikor fogom folytatni, az az igazság. Nem tudom, mikor lesz arra időm, hogy folytassam ezt a túrát, mert tényleg nem tudom, mikor lesz rá időm. Ezt így most nehéz megmondani konkrétan, de majd legközelebb innen fogom folytatni a túrámat, és majd a továbbiakban arra felé fogok haladni, tehát abba az irányba fogok majd haladni legközelebb. Sajnos itt most az időjárás közbeszólt, gyerekek, amiről én most speciál nem tehetek, hogy közbeszólt az időjárás. Vagy várjam meg, amíg eláll az eső. Nem tudom, gyerekek, bizonytalan. Teljesen bizonytalan az idő. Az az igazság. Vagy várjam meg, amíg eláll. Hát, nem is tudom. Fogalmam sincs, hogy mit évő legyek. Hogy most berekesszem a túrát, és majd folytassam valamikor legközelebb. Vagy várjam meg, amíg eláll az eső. És haladjak tovább itt a sárga sáv túraútvonalon. Aszó fő irányába, ami egyébként arra felé van, tehát abba az irányba van Aszó fő, tehát konkrétan arra felé van Aszó fő, és arra felé halad a sárga sáv túraútvonal. Hát nem tudom, gyerekek, várjam meg, amíg eláll az eső. De az a gond, hogy a következő felhő már ott jön,
Tehát már ott jön a következő felhő, ahogy látható ezen a felvételen. Tehát már ott jön a következő, ahogy láthassátok. Hát nem tudom, mit évő legyek. Vagy forduljak vissza abba az irányba, Tihany felé, mert azon az úton, ami arra felé halad, azon vissza tudok gyalogolni egészen a belső tóig, ami egyébként arra felé van. Tehát arra felé van a Tihanyi belső tó, és azon az úton arra felé vissza is tudnánk gyalogolni egészen a belső tóig, konkrétan. Hát nem tudom, mit évő legyek, az az igazság. Hát fogalmam sincs, mit évő legyek, gyerekek. Folytassam-e a túrámat, vagy hagyjam a francba, és majd folytatom legközelebb. Nem tudom, mit évő legyek, az az igazság. Ugye abba az irányba kéne haladnom tovább, tehát arra felé kéne haladnom tovább, Aszó fő irányába, mert ugye abba az irányba van Aszó fő, és arra felé folytatódik tovább a sárgasáv túraútvonal, tehát arra felé kéne haladnom tovább, de szerintem nem haladok tovább, mert tényleg kurva baromira bizonytalan az időjárás sajnos. Így hát nem tudom, szerintem visszafordulok inkább. Konkrétan ugye én abból az irányból jövök, tehát abból az irányból jövök, arra felé van a Tihanyi rév, tehát abból az irányból jövök, és akkor elindulok szerintem a belső tó irányába, vagyis elindulok arra felé, abba az irányba, vissza Tihany irányába. Tartsatok velem, ha úgy gondoljátok. Köszönöm szépen. Hát megszakítom a mai kis túrámat. Tehát megszakítom, gyerekek. Tehát úgy döntöttem, hogy a mai kis túrámat megszakítom, és szépen visszafordulok a belső tó irányába, és majd amikor az időjárás nyugisabb lesz, illetve a légkör, akkor újra eljövök ide, és akkor fogom folytatni ennek a sárgasáv túraútvonalnak a bejárását, majd egy következő alkalommal, ami nem tudom, hogy mikor lesz, mert tényleg nem tudom, hogy mikor lesz a következő alkalom, de majd legközelebb. Hát most úgy döntöttem végül is, hogy szépen megindulok arra felé, visszafelé a belső tó irányába. Tartsatok velem a továbbiakban is. Köszönöm szépen! És akkor a döntés megszületett, úgyhogy megszakítom a túrámat, és szépen visszafordulok a belső tóhoz, tehát visszagyalogolok a belső tóhoz, és a mai túrám az ennyi lett volna tulajdonképpen, mert szépen itt most visszagyalogolok a Tihanyi belső tóhoz tulajdonképpen, és majd egy következő alkalommal, ami nem tudom, hogy mikor lesz, mert lesz egy következő alkalom nyilván, akkor majd fogom folytatni ezt a túrát, amikor majd nyugisabb lesz a légkör, és nem fog az eső itt figyelni egy folytába. Úgyhogy lányok és fiúk, majd egy következő alkalommal innen fogom folytatni ezt a túrát, mert tényleg innen fogom folytatni egy következő alkalommal ezt a túrát, és én majd egy következő alkalommal arra felé fogok haladni, tehát abba az irányba fogok haladni, itt a sárgasáv túraútvonalon, tehát majd egy következő alkalommal, majd arra felé fogok haladni, de nem a mai napon, így hát visszafordulok, és elindulok visszafelé a belső tó irányába. Tartsatok velem a továbbiakban is, köszönöm szépen, és akkor haladok a belső tó irányába. Tartsatok velem, és akkor én már folytatom is tovább a túrámat, némi útvonalmódosítással, tehát módosítottam az útvonalat, és akkor szépen visszagyalogolok a belső tóhoz, és valószínű, hogy a mai kis túrám ott fog majd véget érni a Tihanyi belső tónál, pont úgy, mint ahogy a csütörtöki túrám, a pénteki túrám, így hát a mai túrám is több mint valószínű, hogy a belső tónál fog véget érni ezen a szombati napon,
és majd valamikor egy következő alkalommal visszajövök ide Tihanyba, és fogom folytatni azt a túrát, amit most elhalasztok bizonytalan időre, mert tényleg bizonytalan ideig most elhalasztom ezt a túrát, mert az időjárás is bizonytalan, így hát bizonytalan ideig el fogom halasztani ezt a túrámat, de fogom folytatni, tehát fogom folytatni ezt a túrát, majd egy következő alkalommal, amikor majd nyugisabb lesz a időjárás, és nem kell attól rezelnem, hogy mikor szakad le az ég, mert konkrétan most attól kell rezelnem egyfolytában, hogy mikor szakad rám az ég tulajdonképpen, eső formájában, mert éppen most is szemerkél az eső, mert tényleg most is szemerkél az eső, éppen, séggel, most is ugye csöpörög az eső konkrétan, de addig már kibírja, amíg visszajutok a belső tóhoz, hát addig megpróbálom én is kibírni, anélkül, hogy feladnám ezt a túrát teljes egészében, és akkor ki is jöttem egy szép kis tisztásra, ahogy láthassátok ezen a felvételen, tehát itt van egy nagyon szép kis tisztás, ahogy látható ezen a felvételen, mert tényleg itt van egy nagyon szép kis tisztás, és akkor haladok tovább a belső tó irányába, tartsatok velem a továbbiakban is, köszönöm szépen, és akkor szépen visszagyalogolok a belső tóhoz, és a mai kis túrámat több mint valószínű, hogy a Tihanyi belső tónál fogom befejezni, ezen a szombati napon is. Jó, mondjuk nem így terveztem, mert tényleg nem így terveztem, gyerekek, de tényleg az időjárás annyira bizonytalan lett, hogy nem merem folytatni tovább a túrát, így hát megszakítom, tehát inkább megszakítom a túrámat, és majd egy következő alkalommal fogom folytatni ezt a túrát, amikor majd az időjárás stabilabb lesz, és nyugisabb legfőképpen. Amúgy nem lett volna már sok vissza, hogy eljussak a csúcsra, tehát a Tihanynak a legmagasabb pontjára, ami egyébként ott van. Tehát ott látható ugye Tihanynak a legmagasabb pontja a csúcshegy. Tehát ott van ugye a csúcshegy, az konkrétan ott látható, ahogy láthassátok ezen a felvételen. És így néz ki itt a táj, ahogy látható ezen a felvételen. Láthassátok, hogy komoly esőfelhők jönnek, tehát ez jól látható ezen a felvételen, hogy tényleg nagyon komoly esőfelhők jönnek, így hát ezért szakítom meg ezt a túrát, mert most aztán tényleg jól látható, hogy igen, hogy jön az eső, ahogy láthassátok ezen a felvételen, mert tényleg jön az eső, gyerekek, ezt nézzétek, micsoda szürke felhő van ott is, úgyhogy ezért szakítom meg a túrámat. Én konkrétan ugye abból az irányból jövök, arra felé van a erdei iskola, tehát abban az irányban van az erdei iskola, én abból az irányból jövök, és így néz ki a környezet, ahogy látható ezen a felvételen, tehát így néz ki maga a környezet, ahogy láthassátok ezen a felvételen, tehát maga a környezet az így néz ki, csodálatosan szép, ahogy láthassátok ezen a felvételen, tehát így néz ki maga a környezet, ahogy láthassátok, mert tényleg így néz ki, tényleg csodálatosan szép, csak éppen az időjárás baromira bizonytalan, de azt nézzétek, milyen szürke felhő van ott is, láthassátok, hogy nem viccelek, tehát láthassátok, hogy itt komoly esők jönnek, ahogy látható ezen a felvételen, úgyhogy igyekszek is visszafelé a belső tó irányába, tehát szépen igyekszek vissza a belső tóhoz, és a mai kis túrám több, mint valószínű, hogy a belső tónál lesz befejezve, pont úgy, mint a csütörtöki, illetve a pénteki túrám is a belső tónál lett befejezve, és valószínű, hogy ez a mai túrám is ugye a belső tónál lesz befejezve, ugye módosított útvonal, mert sajnos nem tudtam fölmászni a csúcshegyre,
de majd legközelebb azt is megmászom, a csúcshegyet, de most tényleg az időjárás annyira esőre áll, hogy nem kockáztatok, tehát nem kockáztatok gyerekek, hanem szépen inkább visszafordulok, jobban járok szerintem, hogyha visszafordulok, és majd egy következő alkalommal fogom folytatni ezt a túrát, amikor majd sokkal nyugisabb lesz a légkör, mert most nem éppen a legnyugisabb, ahogy látható ezen a felvételen. Láthassátok, hogy milyen komoly szürke esőfelhők jönnek abból az irányból, északi irányból. Tehát láthassátok, hogy nem viccelek, tehát tényleg nem viccelek, gyerekek, nem viccelek, mert ez az időjárás se viccel, hogy elnézem. Láthassátok, hogy tök szürke az egész, körös körül, be van tulajdonképpen borulva, és tényleg bármikor leszakadhat az ég, konkrétan, mert tényleg bármikor leszakadhat az ég, ezért is szakítom meg ezt a mai kis túrámat, mert tényleg nem kockáztatok tovább, tehát nem éri meg, tehát nem éri meg, hogy kockáztassak, úgyhogy igyekszünk visszafelé a belső tóhoz. Hát gyerekek, sajnos a mai kis túrám az nem éppen úgy alakult, ahogy szerettem volna, mert azért más terveztem erre a mai napra, itt Tihanyban, de ígérem, hogy amikor majd jobb idők lesznek, és nem lesz ennyire esőre álló idő, akkor ígérem, hogy visszajövök, tehát visszajövök, és fogom folytatni ezt a túrát, ami természetesen nem tudom, hogy mikor, tehát arról fogalmam sincs, hogy mikor fogok ide visszajönni, és mikor fogom folytatni ezt a túrát, de vissza fogok jönni, ezt azonban megígérhetem, csak még nem tudom, hogy mikor. Sajnos, ahogy az időm majd engedi, természetesen, hisz ugye nekem is van egy munkahelyem, ahova el kell járni dolgozni, hiszen én is ugye fizetésből élek, illetve munkából, úgyhogy muszáj vagyok dolgozni, mert nem a videózásból élek, mert nem ebből élek, ez csak egy hobbi, mert tényleg ez csak egy hobbi, meg nincs is annyi akkora nézettsége a videóimnak, hogy én ebből megéljek, mert nincs akkora nézettsége a videóimnak, meg hát nem is azért csinálom, hogy ebből nekem bármi hasznom legyen, mert tényleg nem azért csinálom ezt a videózást, hogy ebből nekem bármi hasznom is legyen, mert nem azért csinálom, hanem hobbiból, konkrétan, pusztán hobbiból csinálom ezt az egész videózást, a munkám mellett természetesen, hiszen nagyon jól tudjátok, hogy nekem is van egy munkahelyem, ahova eljárok dolgozni, mert ugye én nekem is van munkahelyem, hiszen én is ugye munkabérből élek, tehát fizetésből élek, munkából, nem pedig abból, hogy én itt videózgatok, mert ebből konkrétan nem élnénk meg, így hát ugye dolgoznom kell, pont ugyanúgy, mint ahogy bárki másnak, tehát nekem is muszáj dolgozni, mint bárki másnak konkrétan, mert nekem is muszáj dolgozni, gyerekek, hiszen nem élnénk meg ebből a videózásból. Hát konkrétan nem is azért csinálom, hogy én ebből megéljek, hanem ez nekem csak pusztán hobbi, és majd itt mindjárt jobbra el fogok kanyarodni, tehát itt mindjárt majd jobbra felkanyarodok, tehát itt mindjárt jobbra majd fel fogok kanyarodni. Ugye ezt nézzétek, milyen szép itt a táj, tehát ezt nézzétek, milyen szép itt a táj, ahogy látható ezen a felvételen, ott van ugye a csúcshegy, tehát ott van a csúcshegy, ami a Tihanynak a legmagasabb pontja, ugye a mai napon oda nem másztam fel, ugye az ott a csúcshegy, tehát az ott a csúcshegy, ugye ami ott látható, az a Nyerekhegy, tehát az a Nyerekhegy, az pedig ott a Apáthegy tetején a őrtorony kilátóval, tehát az ott az Apáthegy tetején konkrétan a őrtorony kilátóval, ahogy láthassátok ezen a felvételen.
És akkor a mai kis túrám az tulajdonképpen ennyi is lett volna. Tehát ezzel a gyönyörű szép tájjal fogom megköszönni a megtisztelő figyelmet, hogy itt voltatok velem, és hogy velem tartottatok. Köszönöm szépen. Tehát nem kockáztatok tovább, mert tényleg nagyon jön az idő, gyerekek, tehát itt tényleg bármikor, tehát most már tényleg azt mondom, hogy itt bármikor olyan szintű égszakadás lehet, hogy azt nem élem túl, tehát hogy bőrigázok, így hát lányok és fiúk, bocsi, de itt be kell fejeznem a mai kis túrámat, tehát itt fejezem be a mai kis túrámat, tehát nem kockáztatok tovább, láthassátok, hogy milyen bonyolult és milyen időjárás van, hát láthassátok, hogy minden körös körül be van borulva tulajdonképpen. Fú, gyerekek, ez nagyon kegyetlenül néz ki. Főleg az ott. Tehát az ott aztán meg brutál. Hát lányok és fiúk, tényleg ne haragudjatok, bocsi, de a mai kis túrámat tényleg be kell fejezzem. Hát ebben az időjárásban, ami itt van, ebben nem tudom folytatni a túrázást, hiszen láthassátok, hogy tényleg itt bármikor tulajdonképpen leszakadhat az ég, ahogy látható ezen a felvételen. Bocsi gyerekek, de nem folytatom tovább a túrát, ez tényleg főleg az ott, hát az meg aztán ott baromi brutálisan néz ki, tehát ott láthassátok, hogy az ott baromi brutálisan néz ki. Hú gyerekek, nem semmi az idő. Hiába szép kék itt az ég, ha az meg ide ér, és akkor itten leszakad az ég. Hát lányok és fiúk, akkor lezárom a mai kis túrámat ténylegesen is. Tehát ténylegesen is lezárom a mai kis túrámat, méghozzá itt, ezen a szép helyen. Ennél szebb helyen le se zárhatnám ezt a túrát. Ez valójában egy kényszer lezárás, tehát kényszerből zárom le ezt a túrát. Láthassátok, hogy az ott nem viccel, tehát az ide fog érkezni, mert abból az irányból fúj a szél, tehát az ide fog jönni, szinte borítékolható. Így hát, lányok és fiúk, köszönöm szépen, hogy itt voltatok velem, hogy a mai napon is velem tartottatok, ebben az újabb kis túrában is. Legközelebb majd folytatom ezt a túrát, nem tudom mikor, de fogom folytatni nyilván, de most egyelőre, itt és most berekeztem ezt a túrát, jegelem ezt a túrát, hiszen láthassátok, hogy tényleg nem viccel az időjárás, itt tényleg mindjárt leszakad az ég, konkrétan, főleg az ott. Úgyhogy bocsi gyerekek, de jegelnem kell ezt a mai kis túrámat, úgyhogy jön is a elköszönés részemről. Jöjjön hát az elköszönés, gyerekek. Bocsi, de tényleg le kell zárnom ezt a túrát. Nem kockáztatok tovább, bocsi. Nos, tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk. Ennyi lett volna a mai kis túrám. Bocsász, gyerekek, elnézéseteket kérem. De tényleg le kell zárjam ezt a túrát, hiszen láthassátok, hogy mi jön ott mögöttem. Tehát az szerintem jól látható, hogy ott jön mögöttem a zimankó, úgyhogy itt hamarosan le fog szakadni az ég. Úgyhogy bocsi gyerekek, ennyi lett volna a mai kis túrám. Ígérem, tényleg megígérem, hogy legközelebb innen fogom folytatni a túrámat, majd egy következő alkalommal, amikor majd nyugisabb lesz a légkör, illetve az időjárás. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok velem, hogy a mai napon is velem tartottatok. Tartsatok velem legközelebb is, ami nem tudom, hogy mikor és hol, de lesz legközelebb. Természetesen, hogyha tetszett ez a videó, akkor díjazzátok egy lájkkal, ha nem tetszett, akkor nyomjatok rá nyugodtan egy diszlájkot, illetve írjátok meg a véleményeteket a komment szekcióban, természetesen a videóról, illetve az útvonalról. Köszönöm szépen, a mai kis túrám ennyi lett volna, itt és most megszakítom ezt a túrát, és majd egy következő alkalommal innen fogom folytatni. Nem tudom mikor, hogy mikor lesz rá időm,
de innen fogom folytatni egy következő alkalommal, amikor sokkal nyugisabb lesz az időjárás, mint most jelen esetben. Köszönöm szépen, hogy velem voltatok, hogy velem tartottatok, tartsatok velem legközelebb is, addig is legyetek jók, vigyázzatok magatokra és egymásra. Üdvözlettel, Frici, Tihanyból, sziasztok!